Németországban egyre nagyobbak a gazdasági feszültségek. Az autóipar válságban van, és számos gyárépítési projektet elhalasztottak. A francia gazdaság szintén nagy feszültségekkel küzd, míg az USA-ban kamatcsökkentési ciklus kezdődik. Milyen láncreakciókat indítanak el ezek a folyamatok? Erre keresjük a választ. Üdvözlöm Önöket, Ján Kászpár vagyok. Ez a Láncreakció. Akik pedig a kérdésekre válaszolnak, Sebestyen Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője, és Tatár Mihály, az Economus gazdaságkutató vezető elemzője. Üdvözlöm az urakat, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Lássuk, milyen problémákkal küzd a német ipar. Az Intel magdeburgi gigagyára nem nyitja meg kapuit 2027-ben. Az amerikai koncern szeptember közepén tett bejelentése a két éves halasztásról árnyékot vetett Olaf Scholz kormányának egyik legemblematikusabb iparpolitikai projektjére. Magdeburg az ország egyik leghátrányosabb helyzetű régiójának fővárosa, teljes mértékben részesült volna a több mint 30 milliárd eurós, Berlin által 9,9 milliárd euróval támogatott beruházásból, az ipar modernizálása és a nemzeti szuverenitás egyében a legmodernebb elektronikus csipek terén. 3000 munkahelyet, valamint egy új csúcs technológiai szakképzési központot hoztak volna létre. Most, hogy az Intel válságba süllyedt, a gyár talán soha nem lát napvilágot. A megdöbbenés annál is nagyobb, mivel az ország nyugati részében is több más hasonló kezdeményezés is veszélyben van. A francia határon fekvő Szárvidéken szintén elhalasztották az amerikai Wolfspeed által a német ZF berendezésgyártóval közösen tervezett félvezető gyárépítését. Az Ensdorfban egy korábbi széntüzelésű erőmű helyén megkezdett építési projekt a korábban a szén- és acélipari által uralt tartományban sikeres ipari átmenetet szimbolizált. A Rajna vidék Pfalzban található Kaiserslauternben pedig a Mercedes, a Total Energies és a Stellantis által támogatott akkumulátorgyár projektjét júniusban a kereslet bizonytalansága miatt befagyasztották. Most valamiért nem jön be a németeknek ugye, gazdaságilag az utóbbi években. Vegyük egymás után ezeket a híreket, talán kezdjük az Intel amerikai cég döntésével. Miért döntöttek úgy, hogy mégse építik ezt a gyárat Kelet-Németországban? Igen, hogy érdemes mindent egy ilyen perspektívába helyezni. Ugye még a 2010-es évek végén az volt az ígéret a radikális német zöld átállási tervvel kapcsolatban, hogy nem kell tőle félni, mert lehet, hogy a hagyományos iparágakkal lehet egy kis gond, de jönnek az új nagy zöld zászlós hajók, és jön majd a chipgyártás, és az mindenért kárpótolni fog minket. Na most ugye ezt képest azt láttuk, hogy két évvel ezelőtt kiderült, hogy a BASF, tehát gyakorlatilag a német vegyipar nem tud Németországon belül gazdaságosan termelni. Tavaly meg kellett menteni a Siemens Energy-t, ami ugye gyakorlatilag a zöld, európai zöld technológiának volt egy ilyen éllovasa. Idén már bajban van a Northvolt, ami a Európának lett volna a bajnoka például a Kettle-vel és a BYD-val szemben. Ez ugye egy nagy svéd-német akkumulátorgyár. És akkor most jött ez az Intel-es hír, ugye az Európai Unió hát tulajdonképpen 20 év késéssel, de észrevette, hogy a chipgyártás ott hagyta Európát, tulajdonképpen a világban Taiwan és az Egyesült Államok a meghatározó a chipgyártásban, és Kína éppen megküzd ezekkel az országokkal, és megpróbálja elérni azt a szintet, amit az Egyesült Államok és Taiwan tud, és elhatározta, hogy komoly ráfordítások árán, de meg újra telepíti Európába a chipgyártást. Na most ugyanaz történt vele, mint minden más iparággal is, tehát hogy az Intel, a chipgyártók, és köztük az Intel egy darabig küszködött az energiárakkal, a munkaerőhiánnyal, a magas munkabérekkel, és utána feladta. Külön megalázó egyébként ebben a dologban, amiről kevesebb szó esik, hogy nem az történt, hogy az Intel nem bírja anyagilag, hanem fontosabb dolgokat. Az Intel most azzal foglalkozik, hogy beszáll a mesterséges intelligencia chippeknek a nagy versenyébe, újfajta chippeket gyárt az Egyesült Államokban természetesen, és újfajta mesterséges intelligencia alkalmazásokat fejleszt, például adatközpontokat épít ki. Ez csupa olyasmi, amit Európa nem tud feltételként megteremteni.
Tehát itt nem arról van szó, hogy az Intel nem akar Németországba befektetni, mert hatalmas veszteségeket szenvedett el ez a cég, hanem arról van szó, hogy az európai piac nem érdekli őket, itt le vagyunk maradva, úgyhogy, ahogy mondta Mihály, ugye jobb dolguk van, jól értem. Jobb dolguk is van, és valóban egyébként az is látszik, de ugye ez is elhangzott abból, amit Mihály mondott, hogy azért nem egyedi szigetszerű eset az, ami az Intel-el történt, lehetne sorra sorolni. Az akár német cégeket, tehát BASF, ThyssenKrupp, akik szintén viszik a termelésüket ki Németországból más országokba, vagy akár ugye az Apple-t, az Amazon-t, vagy a Teslát, akik szintén nem tesztek meg olyan Németország beruházásokat, amelyek ott voltak az agendában, ott voltak a tervek között, de most mégiscsak úgy látják, hogy ez nem éri meg nekik. És ezeknek a döntéseknek egy jelentős része egyébként az a magas energiaköltségeknek a következménye. A chipgyártás egy jelentős energiafelhasználása járó tevékenység, tehát nekik nagyon fontos az, hogy mennyiért tudják megvenni az elektromos áramot, és hát látták azt, hogy ebben az tekintetben Európa túlárazottsága, túlságosan magas, az amerikaihoz képest dupla vagy akár tripla áron számított elektromos áram, az egyszerűen nekik nem éri meg, vagy nem teszi rentábilissá, profitabilissá ezt a beruházást. A másik komoly probléma egyébként, és fogunk azért beszélni a német gazdaságpolitikáról később, a másik komoly probléma szerintem az az, egy vállalkozó szemszögéből, és ugye az Intelt is, ha nézzük, egy vállalat szemszögéből is, hogy nem igazán kiszámítható a német gazdaságpolitika. Tehát annyi kanyarja volt az elmúlt években a német gazdaságpolitikának, hogy nehéz egy vállalatnak, nehéz egy vállalkozásnak követnie. Ezt általában úgy szokták, hogy beárazzák az elvárt hozamba, beárazzák a megtérülésbe. Nyilván, hogyha azt látják, hogy nagy a bizonytalanság, kiszámíthatatlan az, hogy mi fog történni, akkor egy magasabb megtérülést várnak el a beruházásaiktól, és nagyon nehéz egy magasabb megtérülést elvárni egy olyan országban, ahol ezzel is hangzott, magasak a munkaerőköltségek, és hát ugye magas az energiának az ára is. Eleve nehéz lenne jó megtérülést hozni, de egy ilyen helyzetben pedig, ahol még az elvárások is följebb mentek, még kisebb az esély annak, hogy ez megtörténjen, és ezt látjuk gyakorlatilag ezeknél az elhalasztott, vagy meg nem történő beruházásoknál is. Igen, csak esetleg a nézők nem feltétlenül tudják, de gondoljunk bele abba, hogy New York mellett most épül egy új Micron chipgyár, aminek az egyik célja, hogy versenyezzen Kínával. Most ez az egyetlen darab chipgyár annyi áramot fog fogyasztani, mint Frankfurt az elővárosaival együtt. Most képzeljük el, amikor egy ilyen cégvezető leül és azt nézegeti, hogy a szinte csak napi szélenergiára fókuszáló Németországban mennyiért kap áramot. Egyszerűen nincs is mit összehasonlítani szinte. És egy fél mondat, bocsánat, csak kiegészítve, egyik, hogy mennyiért kap, másik, hogy van-e egyáltalán áram, hiszen ugye valóban ugye a szélerőmű és a napenergia is olyan, hogy hát vagy süt a nap, vagy fúj a szél, ugye szemben mondjuk az atomenergiával, ahol egy megbízható, stabil áramot tud szolgáltatni a szolgáltató. Igen, június elején volt az, amikor az Európai Bizottság bejelentette nagyon büszkén, hogy van mikroelektronikai stratégiája, mi fogjuk itt gyártani a jövőnek a termékét, felvenni a versenyt az ázsiai piaccal. Engem ez egy picit arra emlékeztet, amikor a Thierry Breton bejelentette néhány hónapja, hogy az EU-nak van lőszergyártási stratégiája, aztán jöttek az első hivatalos adatok, és kiderült, hogy semmi nem történt. Nem gyártottunk lőszert, és nem fogjuk legyőzni az oroszokat. Most ki lehet jelenteni néhány héttel a június 8-ai Európai Bizottság stratégiai, tehát amikor azt mondták, hogy lesz chipgyártó stratégia, hogy ez már megbukott, hiszen nem épülnek ezek a gyárak. Hát hivatalosan természetesen minden jól alakul, de elmondhatjuk, hogy egy 180 fokos és teljesen most elképzelhetetlen irányváltás nélkül ez megbukott, és egyébként megbukott a hadipar fejlesztése is, ezt már tudjuk, és ahogy egyébként, ha emlékszünk, akkor megbukott az elektromos autóknak a villámgyors felfuttatása is, és a lecserélésük a dízeles autókról. Ezek a gazdaságpolitikai tervek mind megbuktak, hogy alapvetően az történik, hogy az EU rendeleti úton előír ellenőrzés büntet, de ezek a célok egymásnak ellent mondanak. Nagyon jó például, hogy az EU nagyjából 40 milliárd eurót szánt erre, hogy Európa újra chip nagyhatalom legyen. Most ez nagyjából a harmada, negyede annak, amit az Egyesült Államok erre elkölt, de az EU-n belül még ez a 40 milliárd is szét van szórva országok, vállalatok között, ilyen 1-2 milliárdos
USA-val, és akkor ott van Kína, aki most már úgy érzi, hogy neki egy nemzetbiztonsági érdeke az, hogy függetlenné váljon az Egyesült Államoktól és Tajvántól, ami valószínűleg ennek még a többszörösét rákölti. Tehát, hogy mondjam, ez a túl kevés, túl későn tipikus esete. Az, hogy ez rossz a német gazdaságnak, az szerintem egyértelmű, hogy rossz a német embereknek, de milyen hatással lesz ennek Európára, európai gazdaságra, nekünk mondjuk? Nyilván nehéz azt hinni, hogy pozitív, és nem is lesz pozitív hatása, hiszen ha megnézzük azt, hogy ki a legfontosabb külkereskedelmi partnere a legtöbb európai országnak, akkor általában azt látjuk, hogy az első helyen, és nagyon sokszor egyébként, hogyha az exportból, vagy adott ország exportjából való részesedését nézzük, akkor nemcsak, hogy első helyen áll, hanem 25-33%-os, tehát ugye negyedé, harmada teljes exportnak az Németországba megy. Magyarország is ilyen egyébként, de Lengyelország, a régióban több ország szintén nagyon erősen össze van kapcsolva Németországgal. Tehát, hogyha a német gazdaság az rosszul teljesít, akkor ezt meg fogjuk érezni mi is, ugye meg fogja érezni a régió is az exporton keresztül, ahogy ezt érezzük gyakorlatilag az elmúlt években is, hiszen a német gazdaság az nem most vált rosszul teljesítő gazdasággá. Gyakorlatilag ez már egy elég régóta tartó történet. Ugye a német GDP növekedés az 0%-ra ragadt gyakorlatilag rá, és azt látjuk, hogy miközben a GDP az egyébként még nem is annyira mutat borulátó képet, addig, hogyha azt nézzük, hogy a vállalati csődök hogyan alakulnak, azok folyamatosan emelkednek, hogyha azt nézzük, hogy a bizalmi indexek hogyan alakulnak, azok folyamatosan romló képet mutatnak. Tehát a jelenlegi helyzet az mondjuk a visszatekintő GDP alapján nem is lenne egyébként annyira szörnyű, hogyha az elmaradó beruházásoknak a sokasodását nézzük, akkor már azért látjuk azt, hogy itt a jövő az mindenképpen rosszabb, mint amilyen jelen. Hogyha azt látjuk, hogy a Volkswagen az minden hatodik munkavállalót ki akar rúgni, akkor látjuk azt, hogy a jövő az valószínűleg rosszabb lesz, mint a jelen. És hát sajnos egyébként ezek a mutatók, amik a jövőről szólnak, azok ugyanezt mutatják, hogy elkezdődött már a kamatcsökkentés, ami egyébként szerintem egy kicsit fog javítani, vagy javíthat a helyzeten. Ugye részben azért magas költségekről beszéltünk, az energiának magas az ára, ez egy ugye háború óta tartó történet, de a kamatok is nagyon magasak Európában. A kamatcsökkentés ezen fog valamit segíteni, de azt gondolom ez is, ahogy Mihály ezt elmondta, hogy túl kevés, túl későn, az elindult negatív gazdasági folyamatok, az, hogy elveszítik az állásukat munkavállalók, ez fog egy olyan negatív dinamikát hozni a gazdaságba a fogyasztás csökkenésén keresztül, ami a kisebb kamatok mellett is inkább negatív irányba fogja vinni Németország és az egész Európai Unió gazdaságát. Ja, kamatokról, meg az autóiparról lesz még szó később. Maradjunk még a chip gyártásnál. Ugye azért szánunk ilyen sok időt erre a kérdés ebben a műsorban, mert itt nem sima, egyszerű csokoládi gyárakról van szó, hanem chipgyártásról. Miért olyan stratégiai ágazat ez, ha tudjuk, hogy mi, hogy fog kinézni a gazdaság mondjuk néhány év múlva, ugye tudjuk, itt van Tajvan, itt van Kína, Amerika és Európa le van maradva. Miért lenne olyan fontos egy olyan stratégiai szektort kiépíteni? Ha belegondolok, akkor jelenleg az összes olyan high-tech ágazat, amiért érdemes küzdeni a világban, az így vagy úgy, de a csipekhez kötődik. Tehát gondoljunk bele a legegyszerűbb technikai berendezésekbe, az autó szórakoztató egységétől a mobiltelefonon át, de egészen odaig az olyan igazán kritikus technológiákig, mint amik például a mesterséges intelligenciát lehetővé tesző levő csipek. Na most ebben Európa egy elképesztő lemaradásban van, tehát például megnézzük azt, hogy a világban hogy áll például a nagy adatközpontoknak a megoszlása a világ régióiban, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államokban gombamód szaporodnak, ott ugye folyamatosan kapcsolják vissza az atomerőműveket, vagy veszik meg atomerőműveknek a kapacitását, hogy oda lehessen adatközpontot építeni, vagy ott van Kína, ahol pedig ott van az olcsó szénenergia, ami bármikor bevethető, akkor is, hogyha nem süt a nap és nem fúj a szél. És akkor itt vagyunk itt Európában, ahol ugye egyrészt hiányzik a szakértelem is, tehát 20 év alatt egyszerűen elsorvadt ez a chipgyártási szakértelem, ezt nem egy, nem is két év visszahozni. De ráadásul ott van még az energia kérdése is, ami megakadályozza, hogy legalább külföldi vállalatokat rávegyünk arra, hogy bejöjjenek és megtanítsanak minket chipeket gyártani. Úgyhogy ez a probléma, ez folyton csak súlyosbodik. És ugye az EU-nak, ugye ami már 2000-ben a Lisszabonban elhatározta, hogy neki az Egyesült Államokkal kéne konkurálnia innovációban, most rájött, hogy itt nem hogy az Egyesült Államokkal, de Japánnal és Kínával sem fog tudni konkurálni, hogyha nem csinál valamit. Jó, és akkor most nézzük meg, hogy milyen állapotban van a német autóipar. Németországban az autóipar súlyos válsággal néz szembe. A Német Gazdaság Kutató Intézet tanulmánya szerint 2018 óta
25%-kal csökkent a termelés. Az iparág élén álló Volkswagen, BMW és Mercedes-Benz az eladások csökkenésével, az elektromos járművek iránti kereslet zuhanásával és a profit prognózisok csökkenésével küzd. Válaszul Robert Habeck, német gazdasági miniszter hétfőn összehívta az ország válságban lévő autóipari ágazatának főszereplőit. Ez a kerekasztal nagyon-nagyon hasznos és tanulságos volt, mondta Robert Habeck az online találkozót követően. Habeck azt is elmondta, hogy a német autóipar gyengélkedése a kínai piac lassúságának köszönhető. Egyelőre nagyon rövid távon nem látunk változást, figyelmeztetett a német gazdasági miniszter. Habeck kiemelte az európai piac tavalyi visszaesését is, valamint az új szereplők megjelenését, akik természetesen kisebbé teszik a megosztandó tortát. A múlt héten a legtöbb európai autógyártó hivatalosan is sürgős támogatási intézkedéseket kért Brüsszeltől, hogy megbirkózzon a 2025-ben szigorodó szén-dioxid kibocsátási előírásokkal, amelyeket véleményük szerint nem tudnak teljesíteni. Ez egy ébresztő hívás tekintettel arra, hogy ezek a gyártók olcsón értékesítik az elektromos járműveket, és emiatt több milliárd eurós bírsággal nézhetnek szembe. Természetesen nem csak Robert Habeck hibája az, hogy szörnyű állapotban van a német autóipar, ugye vannak hosszú tendenciák, erről már részben beszéltünk, de mégis, tehát úgy tűnik, hogy nagyon nem tud valami értelmeset ajánlani az autóipari szereplőknek. Mit lehet erre mondani? Hát azt gondolom, ez nagyon tanulságos volt a felvezető is, hogy most próbál Robert Habeck tanulságokat levonni az autóipar kapcsán. Ez sokat elmond szerintem, tehát azért ezt lehet, hogy kicsit még pár évvel korábban hasznosabb lett volna, hogyha megteszi, mondjuk mielőtt miniszter lett volna, talán az még jobb lett volna akár a német autóiparnak, akár a német gazdaságnak, de valóban azt látjuk, hogy a német autóipar az kifejezetten szenved, és ugye Robert Habeck Kínáról beszélt, de aztán elhangzott ez a felvezetőben, azért az európai értékesítések is nagyon rosszul alakulnak, ráadásul azt sem nagyon látjuk, hogy hol lesz az európai autóiparnak a helye, hiszen az európai autóipar, és ugye főleg a német autóiparról beszélhetünk itt, ami arról volt híres, hogy technológiai fejlesztésekben, innovációban a világ élén járt, a világ élvonalban járt, egyébként nem kevés magyar hozzáadott értékkel is sok mérnök volt, magyar mérnök volt, aki ebben a fejlődésben, fejlesztésben részt vett. De most azt látjuk, hogy az innováció már nem Európában történik, a leginnovatívabb autógyártók azok már nem itt nálunk vannak, hanem Amerikában, illetve Kínában, és ez is az egyik fő oka annak, hogy Európa az veszít a piacokból, és nyilván a másik fő oka pedig az, hogy maga az európai gazdaság se talál magára, részben a drága energia árak miatt, részben az elhibázott gazdasági döntések miatt. A tegnap az online találkozó követően Robert Habeck nem jelentett be semmit, de pont az adás előtt arról beszéltünk kint az urakkal, hogy mégis azért mondott érdekes, kemény dolgokat. Mit mondott Robert Habeck tegnap este? Hát nagyon, nagyon érdekes kicsit így időrendben látni, hogy hogy alakult Robert Habecknek a véleménye a témában. Ugye 2011-ben, bárki le tudja ellenőrizni az interneten, már arról beszélt 2011-ben, hogy Németországnak igazából nincs szüksége autóiparra. A kevesebb autó az jobb, mint a több autó. Ugye ez az ő ideológiai hozzáállása az egész témához. Így lett gazdasági és klímaminiszter. Ugye még egy hónappal ezelőtt is ő azt mondta, hogy hát azért valljuk be, hogy az, hogy a Volkswagen bajban van, az a Volkswagen hibája, hiszen nem kezdett időben bele az elektromos autó átállásba. Ami egyébként az igazságnak egy nagyon kreatív újraértelmezése, hiszen a Volkswagent végső soron a német állam irányítja részben, alsó Szászországon keresztül, és a Volkswagent gyűrték bele a leginkább a német zöld átállásba. Tehát hogyha a Volkswagen van a legnagyobb baj, akkor lehet, hogy a probléma forrása is itt van. És ugye most eljutottunk oda, hogy a találkozó végén, ahol az autógyártók tulajdonképpen könyörögtek azért, hogy legyen valamilyen elektromos autó támogatás Németországban, vagy legalább a zöld büntetéseket, amiket jövőre az EU ki fog vetni a német autógyártókra, legalább azoktól védjék meg őket, akkor nemes hesszűséggel azt mondta, hogy nincs értelme ilyen mesterséges, rövidtávú támogatásokat adni a német autógyártóknak, mert hiszen egyértelmű a hosszú távú irány. Tehát magyarul tanuljanak meg megmaradni a zöld átállásban, ami ugye mutatja, hogy valójában
mi is ment félre itt a német autógyártással kapcsolatban. Nagyon érdekes egyébként, amit az SPD-nek a vezetője mondott, hogy az SPD az a legnagyobb párt a német kormánykoalícióban, és az SPD-nek a vezetője szó szerint azt bírta mondani, hogy hát igen, most már elviselhetetlenül magasak a német gazdaság számára az energiaköltségek, lehet, hogy államilag támogatni kéne az ipari áramárakat. Mondta ezt az SPD-nek a vezetője, aki ugye 3,5 éve azon dolgozik, hogy lényegében minél magasabbak legyenek a német áramárak. Tehát tulajdonképpen úgy beszél, mint egy ellenzéki politikus. Ugye ez mutatja egyébként, hogy ők ideológiai okokból nagyon nehezen látják be, hogy ez a német stratégia a zöld átállásra és a nemzetközi versenyre, ez egyszerűen kudarcot vallott. De valamit nem értek, visszatérve ilyenbe ideológiai, ha ideológiai szempontból nézzük az egészet, ugye nagyon zöldek a német vezetők, tehát akarnak egy nagyon erős elektromos autóból álló ipari szektort, ezt egy ilyen zöld átállás, de közben nem támogatják ezt a szektort, miközben a kínaiak ezt nagy mértékben megteszik, miért van ez így? Ez egy remek kérdés, hogyha cinikus akarnék lenni, akkor mondhatnám azt, hogy ez valóban egy zöld program, amit Robert Habeck visz, hiszen gyakorlatilag ugye az európai ipart szünteti meg. Látjuk azt, hogy hagyják el az ipari cégek Európát, illetve másrésztről nem történnek meg olyan befektetések, beruházások az európai iparban, amire Európa számított, várt, de mások is látják azt, hogy nem megfelelők a feltételek, nem jók az áramárak. És hát ugye az, hogy az ipart építjük, az gyakorlatilag bizonyos szempontból, hogy a zöld gazdaság szempontjából egy jó hír is lehetne akár, de ugye ez munkák megszűnésével jár. Valóban jó kérdés, hogy miért nem támogatják jobban az elektromos autógyártást, vagy az elektromos autók vásárlását. Itt igazából azért részben érthető is az, hogy nem nagyon siet akár Németország, akár más országok ezt támogatni, hiszen sajnos az európai autógyártók nem tartoznak a világ évonába az elektromos autógyártás területén, tehát hogyha mondjuk a vásárlást támogatnák az országok, akkor azt látnánk, hogy valószínűleg ez a támogatás, ez kínai és amerikai gyártóknak az autóinak a megvásárlását segíteni elő, kevésbé az európai gyártóknak a termelését. Tehát itt egy nehéz helyzet van, és hát ugye maga az, hogy támogassák az európai vállalkozásokat, ott pedig azért az európai piaci szabályozások azok, amik egy kicsit szűkítik a mozgástérét Európának. Tehát nehéz helyzetben van Európa, de azt mindenképpen látni kell, hogy valamilyen kiutat kéne találni, és ugye ezt a szereplők is, az autóipari szereplők is hangoztatják, hogy akár az autógyártás támogatása, akár azok a nagyon szigorú, ugye 2030-ra kivezeti a hagyományos modelleket, ugye ezt a nagyon szigorú tervezetet kéne egy kicsit csúsztatni, tolni, és az európai autógyártóknak a meglévő előnyét a hagyományos autógyártásban egy kicsit tovább kihasználni, tehát valamilyen fordulatra, valamilyen változásra szükség lenne, de hát ugye, hogy ezt Mia is nagyon szépen elmondta, pont azt kéne megváltoztatni, amit eddig a német kormány az gyakorlatilag 100%-kal teljes mellszélességgel tolt. A német gazdaságpolitikáról csak sajnos csak az a szó jut eszembe, hogy szabotás, vagy akár öngyilkosság, tehát nem tudok másképp értelmezni. Csak röviden, néhány percünk van, ugye ki lehet azt jelenteni, hogy az, ami évtizedek itt működött Európában, az egy erős német autóipar, ami abból állt, hogy olcsó energiát beszerezni Oroszországba, ennek az időszaknak vége. Beütöttük a utolsó szöget a kokosóban. Ugye a jó munkához idő kell, a rossz munkához még több, ahogy mondani szokták. Így gyakorlatilag három irányból kapott léket a német gazdaság. Ezt nagyon gyorsan érdemes összefoglalni. Tehát van egyszerre radikális zöld átállásunk, amit Németországon kívül senki más nem csinál. Tehát van svéd zöld átállás, van amerikai zöld átállás, van kínai zöld átállás. Mindegyik csal egy kicsit, mert bevon más energiákat, amiket a németek nem. Ugye a németek azzal kezdték, hogy leállították az atomerőműveket, és vonják ki a szénerőműveket. Tehát, hogy mondjam, ilyen öngyilkos támadást nem csinált senki, csak a németek. Van egy második dominónk, ami a németek felé tart, ez pedig az, hogy Kína megtanult, hogy kell jó autót csinálni, jobban és sokkal olcsóban csinál autókat. Ez a probléma most már örökké velünk lesz, tehát hogy ezt nem fogja megoldani semmilyen német autótámogatás. És van a harmadik probléma, amit említett, ez az orosz-ukrán háború és annak a következménye, tehát hogy nincs olcsó orosz gáz, az európai gazdaság folyamatosan gyengül a háború miatt, és van ez a világkereskedelmi blokkosodás, szankciós rendszerek, ami szintén még egy nagy gyomros a német gazdaság.
gazdaságba, és ez a három egyszerre most utolérte a német gazdaságot. Ez egy amerikai nyomásra teszik ezeket, vagy szívesen teszik? Mert én azt látom, hogy ezt lelkesen végrehajtják, ezek a utasításokat, tehát talán erős fogalmazás, de mégis ez történik, nem? Lelkesen végrehajtják, de furcsa az valóban, hogyha ez nem, hogy mondjam, külső nyomásra történik, akkor ez teljesen irracionális, így is irracionális egyébként, de akkor még érthetetlen is, és hát valóban ugye ez nagyon jó az a mondás, nem ismertem, de úgy látszik, hogy a német kormány, a német gazdaságpolitika az képes volt arra, hogy nagyon-nagyon rossz munkát, nagyon gyorsan is akár végrehajtson, és ez kifejezetten rossz hír Németországnak, és ez a kifejezetten rossz hír sajnos a régiónak is. Rendben, uraim, most rövid szünet következik, majd azzal folytatjuk, hogy ismét zsugorodásba csúszott a francia magánszektor aktivitása. Maradjanak velünk! Folytatódik a Láncreakció adása Tatár Mihállyal és Sebestyén Gézával. Az első részben a német gazdaságról beszéltünk, most Franciaország következik. Az S&P Globális, a Hamburgi Kereskedelmi Bank hétfőn közzétett előzetes adatai szerint a francia magánszektor aktivitása az augusztusi növekedést követően szeptemberben ismét zsugorodásba csúszott. Az augusztusban regisztrált emelkedés csak az olimpiai játékokhoz kapcsolódó múló jelenség volt, és már véget ért, nyilatkozta Tariq Kamal Chaudhry, a Hamburgi Kereskedelmi Bank közgazdásza. Mostani előrejelzési modellünk ezért a francia gazdaság 2024 harmadik negyedévében közel stagnálását feltételezi, és Franciaország csatlakozik az eurózóna országainak csoportjához, amelyek komoly növekedési problémákkal küzdenek, tette hozzá. A francia gazdaság problémái a szolgáltatási és ipari ágazatot egyaránt érintik. A frissen közölt szeptemberi beszerzési menedzser indexből kiderült, a szolgáltató szektor indexe 48,3 pontra zuhant szeptemberben az előző havi 55-ről, az elemzők pedig 52,8 pontra számítottak. Az ipar is gyengén teljesít, 44 ponton áll a szektor indexe szeptemberben, ami messze van az 50 pontos értéktől, amely felett már bővülésről beszélhetünk. Beszerzési menedzser index talán nem ártana azzal kezdenék, hogy elmondjuk a nézőknek, hogy mi is az, hogyan számolják, és aztán persze azzal folytatjuk, hogy miért ilyen rossz adatok vannak szeptemberben. Ez egy roppant fontos mutató, különösen, hogyha a gazdaság jövőbeli teljesítményére vagyunk kíváncsiak, hiszen azt mutatja, hogy azok a szereplők, ugye beszerzési menedzserek, akik a vállalkozásoknak a vásárlásait, beszerzéseit intézik, ők most többet vagy kevesebbet vásárolnak, mint korábban. Tehát nő az aktivitása az adott vállalatnak a jövőben, hiszen ugye most többet vásárolnak alapanyagból, félkész termékekből, akkor az azt jelenti, hogy ők optimisták, nagyobb termelésre, nagyobb értékesítésre számítanak. Tehát optimisták-e a vállalat jövő értékesítése kapcsán, vagy pesszimisták? És nagyon szépen lehet látni egyébként, hogy valóban ez a mutató ez szépen együtt mozog avval, hogy a teljesítmény majd, a gazdasági teljesítmény később az hogyan alakul. 50 az egy ilyen átlagos érték, az azt mutatja, hogy ugyanannyi beszerzés volt ebben az időszakban, mint az előzőben, tehát nem történt változás, se növekedés, se zsugorodás. 56 érték az egy rossz szám, 50 feletti érték az pedig egy jó érték, és azt látjuk, hogy most gyakorlatilag nem csak azok a mutatók, amik a múltbeli teljesítményt mutatják a gazdaságnak, azok mutatnak rossz értékeket, hanem amik, ugye, mint a beszerzési menedzser index is, amik segítenek megérteni, megjósolni azt, hogy mi fog történni a következő hónapokban, azok is pesszimista képet mutatnak. Tehát javuló tendenciát nem lehet látni, az egészen biztos. Igen, és hát azért fontosak nagyon ezek a angol PMI adatok, mert hogy a legtöbb gazdasági adatunk az valójában visszatekintő, tehát azt mondja meg, hogy mi volt korábban. Tehát mondjuk kijön egy GDP adat, egy növekedés adat, abból megtudjuk, hogy mi volt egy negyed évvel ezelőtt. Vagy kijön egy munkanélkülési adat, még a legfrissebb is egy hónapos. Viszont ezek az adatok, a beszerzési menedzser index adatok, ezek azt mutatják meg, hogy nagy valószínűséggel milyen irányba halad tovább a termelés.
és hát a világon az elemzők és a piacok is árgus szemekkel figyelik, hogy mit mutat. Ugye például tegnap kijöttek a nagyon-nagyon gyenge német adatok. Gyakorlatilag eddig tudtuk, hogy milyen rossz állapotban van a német ipar, szép lassan araszol lefelé, közelít a Covid mélypont felé, gondoljuk el a Covid mélypont felé, de legalább a német szolgáltatások jól tartották magukat, most tegnap azok is összecsuklottak. Ez egy olyan hatást váltott ki, hogy nem csak az euró gyengül, de még a forint is, tehát ezek nagyon fontos adatok. Igen, tehát itt mert több műsorban arról beszéltünk, hogy egyre rosszabbul teljesít a német ipar. Na most azt mondjuk, hogy gyengül a német ipar, az mégis azt jelenti, hogy van még német ipar. Nem vagyok benne biztos, hogy Franciaország esetében még kijelenthető az, hogy létezik egy konszolidált ipari szektor, hiszen már 30 éve csak lefelé tart ez az ország. Ha 30 éve nem is, de azért nyilván a mostani időszakot azt ők is nagyon komolyan megérezték, és valóban, hogyha azt nézzük, hogy akár a beszerzési menedzser index mit mutat most Franciaországban, akkor azt látjuk, hogy Németországban és Franciaországban is roppant rossz mutatók vannak, tehát bőven az 50 alatti értékeket látunk, és ezért hozzátenném ehhez azt két fontos dolgot, hogy el tudjuk ezt helyezni a nagy európai térben, vagy akár a világ szempontjából is, hogy mit jelent. Az orosz mutatók jobbak. Tehát Oroszország, aki ellen az Európai Unió gazdasági szankciói elvileg irányulnak, és szeretné megdenszabályozni az Európai Unió, az Oroszországot, ott bármilyen mutatót nézünk, gazdasági mutatót, akár a beszerzési menedzser indexet, hogy jobb értéket látott optimista. A tervezett összeomlás helyett. Pontosan, így van. Tehát ott úgy látszik, hogy olyan szankciókat talált ki az Európai Unió, amik Oroszország az megy előre, növekszik, és bizakodóak a beszerzési menedzserek, miközben Európa két nagy gazdaságánál, Németországnál és Franciaországnál nem. És a másik fontos tényező szerintem, hogy 2021-ben Németországban és Franciaországban is ez a mutató, ez optimista értéket mutatott. Franciaországban majdnem 60 pont körül volt, ami egy nagyon-nagyon jelentős, nagyon-nagyon magas érték. Most pedig 40 egy súrolja néha, most éppen ilyen 40 kevés környékén van. Tehát nem csak arról van szó, hogy rosszak az értékek, hanem egy nagyon komoly negatív trendet láthatunk, egy optimizmusból, ami az orosz-ukrán háború előtt volt, a szankciók elvitték az európai gazdaság két nagy motorját egy nagyon-nagyon durva pesszimizmushoz, és valóban, hogy ezt Mihály is mondta, a legtöbb gazdasági mutató az olyan szinten van most Németországban, vagy akár Franciaországban is, mint a Covid-válság idején, ahol gyakorlatilag megálltak iparágak, és nem működött például a vendéglátás, nem működött például a turizmus, mint szektor. Milyen szerepet játszott ebben a monetáris politika? Mert ugye azt tudjuk, erről keveset beszélünk Magyarországon, de Nyugat-Európában, meg Dél-Európában, főleg Olaszországban, Spanyolországban, ugye az elemzők folyamatosan arra beszélnek, hogy az euróövezeten belül, mivel ez egy szerintük német gazdaságra szabott monetáris elképzelés, nincs mozgásterünk, és nem tud javulni a helyzetünk. Tehát az euró bevezetése tönkretette ezeknek az országoknak az iparokat, ezt lehet kijelenteni? Én azt hiszem, hogy egyen azért sokkal bonyolultabb, de az igazság magvai benne vannak, tehát hogy egy ilyen központi irányítás alá kerültek a nagy európai gazdaságok, amiket nem lehet a helyi problémákat megoldva kezelni. Tehát ilyen szempontból mindenképpen káros számukra az euró. Azért itt eurótól függetlenül is tudnak maguknak nagy károkat okozni, ugye a legjobb példa éppen Franciaország, hiszen most azért nagyon gyenge az euró háború kitörése óta, és ez láthatóan nem segít senkinek egyébként. Tehát, hogyha valakinek elmondják mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy ilyen 1,10 körül lesz az euró-dollár árfolyam, és az európai export az összecsuklik, akkor azért nagyokat nézett volna, hogy hát hiszen akkor kéne igazán pörögni az európai exportnak. És ehhez képest azt látjuk, hogy Franciaország gyakorlatilag úgy viselkedik, mint egy Németország light, tehát hogy pont annyival jobban bírja a francia gazdaság, hogy ott vannak atomerőművek, elviselhető áron van energia, ugye háttérben vásárolják az orosz gázt, és mindenféle más olcsóbb gázt is beszereznek, tehát hogy egy kicsit ügyesebben csinálják, de azért alapvetően nem tudják magukat kivonni az alól, hogy van ez a nagy európai gazdasági gyengülés, a német gazdaságnak a megrendelései gyengülnek Európában, és akkor még megsemmítettük ezt a
ezt a további problémát, hogy 2030-2040 is sorakoznak a brüsszeli céldátumok a zöld átállásra, és Franciaország ezekbe ugyanúgy hasít előre, mint Németország. Ez azért egy kisebb mértékben, de ugyanazokat a problémákat hozza, mint Németországban, tehát egy ipari vállalat az ezek után nem fog beruházni, hát hogyha őt éppen rá akarják kényszeríteni mondjuk, hogy ne a bevált módon termeljen acélt, vagy bármilyen nehézipari terméket, hanem álljon át az áramra, amit majd egy német hidrogénból fog előállítani, ami még nem létezik, akkor azért kétszer is elgondolkozik, hogy úgy csináljon-e valamit. Géza, hogyan látja ezt a kérdést? Az euróvezet az hátrányt jelent lényegében az összes tagállamnak, kivéve Németországban, vagy a német szférának, mondjuk Ausztriának együtt, Hollandiának? Van ilyen, tehát ketté lehet választani ezt az övezetet? Ketté, maximálisan, és a kulcs tényező az, amit Mihály is mondott, ugye alapvetően, hogyha gyenge pénze van egy országnak, ugye gyengébb egy kicsit a pénze, mint amilyen egyensúlyi helyzetben lenne, az segíti az exportot, az export az része a GDP-nek, tehát segíti a gazdasági növekedést, segíti a munkahelyteremtést, segíti a bérek növekedését is. Hogyha meg erős a pénze, az nem segíti. Nyilván az euró az egy átlagos árfolyamon forog, az összes eurózóna tagnak a gazdasági helyzetének az átlagát mutatja az euró árfolyama. Azon országok, akiknek egyébként jobb a gazdasági teljesítménye, egy erősebb pénze lenne, hogyha önálló országként tevékenykednének, Németország is ilyen, neki megéri az eurózóna, hiszen egy gyengében tudja tartani a pénzét, mint hogyha önálló országként működne a világgazdaságban. Amelyik országok meg gyengében teljesítenek, alapvetően ugye déli országokról beszélhetünk, Görögország is ilyen, Olaszország is ilyen, Spanyolország, Portugália is ilyen, akik egy erősebb pénzt kaptak ezáltal, hogy egy közös valuta van, ők meg szenvednek, őnek kisebb az exportjuk, rosszabb a gazdasági teljesítményük, és ez látszik a munkanélküliség adaton, látszik a gazdasági dinamikán is. Tudjuk, hogy egy olasz embernek hatalmas befolyása van az európai ügyekben, azaz Mario Draghi, és a múlt héten jött egy 400 oldalas dokumentummal, jelentéssel, és neki megvannak a megoldások. Tehát, hogy mit lehet mondani erről a 400 oldalas jelentésről? Hát igen, ugye nagyon érdemes itt óvatosan fogalmazni. Nézzük a tényeket, hogy ez egy 400 oldalas jelentés, aminek több mint a 300 oldala így vagy úgy, de energiával foglalkozik. Ebből látszik egyébként, hogy milyen jól alakul az európai energiapolitika. És nagyon sok megállapításában ugye Draghinak igaza van, mert hogy tényeket sorol el, és ugye a tényeket mi is tudtuk, csak ugye minket nem Draghinak hívnak. Ugye nagyon jó, még nem. Nagyon jó a helyzet megállapítása egyébként, hogy az európai energiárak messze versenyképtelnek Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Jól látja azt is, hogy nagyon szét van forgácsolódva az európai gazdaság és tőkepiac. És tehát, hogy mondjam, a helyzet megállapítása egyébként jó, hát nyilván egy komoly stáb végezte ezt a munkát. A gond ott kezdődik, hogy miket javasol. Most a javaslatok azok gyakorlatilag ugyanazok, amiket az elmúlt 10 évben is erőltett az Európai Unió, és egyértelműen károsak. Tehát, hogy mondjam, a gyógymód az, ami ezt a helyzetet előidézte. Tehát minél több pénzt költsünk egyébként hosszú távon értelmetlen beruházásokra, lehetőleg német pénzeket költsünk el, mert hiszen mindenki más el van adósodva, és nem is tud rá többet költeni. És még sorolhatnám, tehát nem véletlenül Brüsszelnek nagyon tetszett ez a jelentés. Igen, ez a több, csak röviden, de ugye itt a legnagyobb probléma az a hitel, amit javasol 800 vagy 900 milliárd euró. Így van, és folyamatosan vegyen fel az európai hiteleket, amiket egyébként versenyképes beruházásokra fog majd, vagy olyan beruházások, amik versenyképessé teszik az európai nőt fordítani. Hát volt egy ilyen programunk, ugye a Next Generation EU az erről szólt, hogy a Covid-ra válaszként, ugye a 2020-as Covid-ra válaszként hitelt vesz fel az európai nő, és ezt versenyképes beruházásokba, a zöld gazdaságra való átállásra egyébként, és IT beruházásokra fogja fordítani. Jelen pillanatban a legjobb ország, aki a leginkább előre van haladva a pénzek lehívásában, áll 50% környékén, nagyon sok ország még egy fillért se kapott egyébként. Tehát ugye azt látjuk, hogy ez a módszer, ez a javaslat, amit Draghi is javasol, ezt a múltba próbáltuk, és tényleg, ahogy ezt Mihály is elmondta, abszolút nem működik. Nos, beszéljünk az USA-ról, maradt néhány percünk. Ugye a múlt héten a Fed bejelentette, hogy nekiáll egy kamat csökkentési ciklusba, elkezd újra letolni a kamatokat. Ez mit mond az amerikai gazdaság állapotáról, és hogy kinézni a jövő?
Hát itt ugye erről azért nehéz beszélni, mert minden relatív. Tehát az amerikai gazdaság nagyon gyorsan lassul, de hozzánk Európával összehasonlítva még mindig olyan, mint egy rakéta, csak Amerikában nem az a szokásos, hogy nagyon gyorsan lassul a gazdaság. Ugye őket nem érinti az ukrán háború, nem érintik ezek az energiaügyek sem. Nagyon erőteljes beruházások történtek az amerikai iparba és abba, hogy Európából lehetőleg elszívják a termelő beruházásokat az Egyesült Államokba. Ezek jó haladtak, viszont ott is volt egy elképesztő kormányzati túlköltekezés, egy elképesztő adósságállomány növelés. Tulajdonképpen hitelből is pörgették fel jelentős részben az amerikai gazdaságot a Covid után, és hogy a Covid utáni adósságból történő pénzosztogatás most ugye kezd kiszállni a rendszerből, mint egy ilyen energiaital, úgy lassul be az amerikai gazdaság. Na most a Fed az a választások előtt 2 hónappal úgy döntött, hogy ő nem fogja hagyni, hogy a választások előtt legyen valami drámai sok hatás az amerikai gazdaságban, és egy nagyon ritkának számító, nagyon erőteljes kamatvágás sorozatba kezdett, amivel ugye az a cél egyébként, hogy pszichológiailag megtámaszta az amerikai gazdaságot addig, amíg majd jön egy elnök, ami hát nyilván reményük szerint nem Donald Trump lesz, és megoldja a kérdést. Úgy egyébként a kérdés mennyire megoldhatatlan, azt onnan tudjuk, hogy most már 35 000 milliárd dollár fölött van az amerikai államadósság, és a deficit 2 000 milliárd dollár. Gyakorlatilag a kamatfizetésre 2-szer annyit költenek most már, mint védelmi kiadásokra. Nagyjából ez a szituáció, amiben nekik muszáj volt kamatot vágni. De aki nem nézi a műsorunkat, és mondjuk csak nyugat-európai sajtot olvas, de azt látja, hogy minden rendben van ott kint, hát hiszen ugye Joe Biden letolta a munkanélküliséget, csökkent az infláció, és most már a kamatlábakat is sikerült csökkenteni, szóval minden szuper, tökéletes, nem? Valóban ez nézhet akár így is ki, hogyha az ember felületesen, felszínesen nézi a számokat, de azért azt kell látni, hogy azért náluk is egy elég jelentős infláció volt, ami elindult ugyan lefele, most nem olyan rossz már az érték, de azért ez nem feltétlenül indokolt ezt a nagyon agresszív kamatcsökkentést, amit az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed az most éppen meglépett. Valószínűleg ez valóban sokkal inkább a választásoknak szól, mint a gazdasági helyzetnek, mint az inflációs helyzetnek a megjavulásának, és tényleg brutális a túlköltekezése az Amerikai Egyesült Államok kormányának. Ugye azt érdemes hozzátenni, hogy a Maastrichti korlátok azt mondják, hogy Európában, ez most se tartja azért a legtöbb európai ország, de legalább van egy ilyen elméleti célunk, hogy nagyjából 3% környékén, vagy az alatt legyen a hiánya egy ország kormányának, egy államháztartásának. Egyébként nem vagyunk ettől nagyon távol, hogyha az Európai Uniós átlagot nézzük. Amerika ennek körülbelül a dupláját hozta most, és az elmúlt időszakban is nagyon magas hiányokkal futott. Tehát azt látjuk, hogy bődületes költekezéssel tudják ezt a fajta növekedést hozni, ami nyilván egy fenntartható dolog, hiszen látjuk azt, hogy azért a magas hiányokat egyszer majd el kell kezdeni csökkenteni, el kell kezdeni a költségvetés szigorítását, és akkor fog kiderülni, a király az mesztelen vagy sem, hogy az a gazdaság az, ami eddig erősnek tűnt, úgyhogy pumpálták bele ezeket a bődületes pénzeket, az erős tud-e maradni akkor is, amikor éppen ez az injekció, ez a doppingszer, ez kikerül a rendszerből, én pessimista vagyok. Fél percben, Mihály, ez milyen hatása lesz ránk itt Európában ez a kamatcsökkentés? Hát nekünk mindenképpen jó az, hogyha az amerikai pénzügyi rendszer nem csuklik össze, ugye azt tudjuk milyen, hogyha Amerika megfázik, akkor itt Európában mindenki tüdőgyulladást kap, hogy szokták mondani. Ugye sajnos egyet kell értenem, hogy nem tudjuk, hogy ezt Amerika hogyan fogja megoldani. Tehát ezt a problémát lehet görgetni akár még hónapokig, de talán még egy fél évig is. Előbb-utóbb bejön az a pillanat, amikor a piac majd elkezdi kikényszeríteni az Egyesült Államokba, hogy csináljon valamit. Ennek az előjeleit már látjuk egyébként az aranyár folyamán, ami a Fed kamatvágás után rögtön kiment egy újabb történelmi mélypontra. És hát tulajdonképpen azt látjuk, hogy az amerikai politika, ez nincs hozzászokva, ugye mi itt Európában, ugye Olaszország, hozzá vagyunk szokva, hogy időnként nagyon nagy túlköltekezések vannak, adósságválságok, amiket nagyon nehéz utána rendbe rakni. Amerika ez nincs hozzászokva, nem voltak adósságválságok. Ha megnézzünk egy Trump vagy egy Kamala programot, akkor ott gyakorlatilag alig van szó államadóságról, költekezésről van szó, kit lehet még tovább támogatni.
Köszönöm szépen Tatár Mihálynak és Sebestyén Gézának, hogy itt voltak velünk, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet köszönöm. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk Láncreakció című műsorunkkal, amelyben megmutatjuk önöknek a válságok hátterét és más fontos összefüggéseket is. Tartsanak velünk holnap után is a viszontlátásra, a viszonthallásra.